beszéljen nekem, drága gyermekem, mert úgy kivágom! Meg vagyok érte? Meg! Aha! Van szerencsém, báró úr? Itt Izabella. Igen, báró úr. Nem, báró úr! Szó se rólad, báró úr! Na de jöjjeld, báró úr! Természetesen, báró úr! Sőt, báró úr! Van szerencsém, báró úr! A báró. És mit telefonál? Miért telefonál, miket kérdez? Azt telefonál, hogy fel. Igaz? Igaz. És tisztelt múlva itt lesz. Igaz? Igaz. És rakolj azt a drága kicsi kezemet. Igaz? Igaz. Rémes. 5 év óta minden nap. Mondja Izabella, te utalmas. Ne. Egy báró nem lehet. Pláne ilyen drága, jó ember, és a nasáros asszony mindig olyan szigorú hozzá. Mit ér maga ehhez, Izabella? Hát a báronak az a boldogsága, ha minden nap boldogtalanná teszem. Ha nem tennék boldogtalanná, akkor szegény egészen boldogtalan lenne. Tergényke, olyan szomorúan tudnék húni. A múltkor is, mikor itt talált az edőművész ura, igazán úgy vált a szívem, hogy olyan boldogtalan volt. Na nézze, Izabella, maga itt 4 év óta állandóan sajnálkozom a bárt. Hát mondja már abba, de hát csak... Úgy fáj a szívem érte. Szegényke! Haha, tényleg szegényke! Három vagy 4 gyára, 5 bankja, igazgatóságítok a szegénykje? Izabella, hát ez az ember mindenütt a legnagyobb úr. Mindenkinek ő parancsol, és mindenki fél tőle. Képzelje el, milyen unalmas lenne az életem, mert lenne ember, akitől neki kell kérnie. Hát ez vagyok én meg. Én világos. Szegénykje, ő adott. Én akkor is sajnálom. Na de hagyd! Izabella, én úgy gondoltam, hogy a hálószoba tapétán kívül az ebédő tapétáját is kikeretettem. Hát azt még csak a tavaly csináltad. Maga kell etelnek őrölni. Komolyan mondom, sokkal már azt hiszem, hogy maga nem is az én házvezetőm, hanem az igazgató azt mondom, hogy azért van így, hogy bavoljának. De nagyon sokszor. Hát különben mindjárt itt lesznek a tapétások. Két cégnek is telefonáltam, majd meglátjuk, melyik lesz az szól. Valami selegén nevezett úrvajt, azt mondja, hogy tapintás. Aha! Vezesse be és itt várjon. Jöjjön Izabella, nézzük meg az ebédőt, és aztán maga majd beszél vele. Tessék! A macsáros azt mondja, szeretnék beszélni. Na segít helyet foglalni, mindjárt jön. Hány szoba van? 6. 6? Az nagyon szép. Remélem a tapinták nem mindenütt olyan jók, mint itt. Miért tetszik kérdezni? Hát, hogy a ráta vetése ne menjen, én tapétás vagyok. Ha jó a tapéta, így csüzze. Ha rossz a tapéta, akkor ölülte. Mi a vége a nagyságos asszonynak? A nagyságos asszonynak nincs vége. Meghalt? Nem halt meg. Nem várta? Nem vártak el. Ja, hát az is valami. Különben mit közöl nekem a koncsa család élet? Hát nem igaz? Írjad! Megrendelőd a potényt! Sok! Tövődöm a kárt! Hajadom is lehet! Tessék, helyet foglalni! Azon a szólok a nagyságos asszonynak! Jó napot kíván! Jó napot! Szintén a macsáros asszony tetszik már? Szintén? Talán valami üzlet? Ön szintén? Szintén. Miféle üzlet? Tapéta. Micsoda? Tapéta. Hát de miért van úgy megélt? Megélt? Hát dehogy vagyok, dehogy vagyok. Csak hirtelen azt hittem, hogy rakéta. Hát mit csinálnék én rakéta? Hát a rakéta robban. Hát na és a robban.
akkor nekem robbant is, csak ne legyen itt, amikor robbant. És miben jár? Én? Idei pedig aludt tej. Aludt? Adjon már kibeszélni, jó ember! Aludt tejet készítő bölcső. Hát az meg mi? Hát olyan alumínium bölcső, beleöntik a tejet, és addig ringatják, amíg elalszik. És ha nem alszik el, hál' Istennek el sem tudom. Minden esetre remélem megengedi, hogy mivel én jöttem elő, hát előbb én beszéljek a hölgyet. Aztán ha én már megcsináltam az üzletemet, akkor maga is jöhet arra a rakétával. Tapétával, minden, egy is se komoly dolog. Hát még van olyan komoly dolog, mint az a hölcső. Kérem az urakat, legyenek olyan szívesek, átvállalnak vissza alapba. Majd alapom jön a nagyságosat. Mondja, hány bölcsét adott el mámon? Mert az az igazság, hogy még egyet sem. Tudja mit? Hagyja felém azt a bölcsét, azt áruljon maga is tapéta. Hát, ha nagyon rábeszél, lehet, hogy én máma meg fogom próbálni. Nem sok öröme lesz benne. Hát csak kérdezzel!
egy nő, hát egy gyönyörű nő, aki akkor lehet az enyém, amikor én akarom. Egy ember, akiben sem akarat nincs. Egy nő. Szóval, akit megvásárolni, de van csak a többi. Szóval, ebben a tudatban sükérezik maga. Hát, vegye tudomásul, Váró úr, hogy ettől a pillanattól kezdve ez az állat megszűnt. Megszűnt, érti? Sütkérezés! Fiatal! Hát vegyed tudomásul, hogy én most már nem vagyok a magány. És vegyed tudomásul, hogy tényleg. És itt a legelső férfi karjai sötét fogom magam oda vetni. Legyen az kényeseplő, vészeházmester, vagy képviselő. De mi ha ilyet mondani, képviselő? Miért? A képviselő talán nem ember? Azért maga nincs rabság van, ha a szabad emlékezetében idézik. Oroszországban maga megcsalt egy olaszat. Franciaországban egy franciával. Konstantinápolyban egy törökkel, Jeruzsálemben egy ezt nem is akarom kimondani. Na de
méltóságos uram. Hát úgy nézek én ki? Én? Hát én egy komoly ember vagyok, kérem. Az egyik fiam már gimnáziumban jár, az egy jeles tanuló. Én egészen más szakmában dolgozom. Én a papéta véget jöttem. Kérem, bocsánat, ön engem félre ér. Na, ide figyeljen, kedves, nagy úta vagy. Se velemény. Az egy barátnőnk egy különös teremtés, ugye? De honnan tudja a német? Ez egy bizarr nő. Milyen nő? Bizarr. Aha, de azért ért magyarul. Persze, hogy ért. Szokom, az előtt egy kicsit összeveszíteni. Eleppel önnagysága megfogadta, hogy az első férfivel, akivel találkozik, meg fog csalni. Hát először is én nem vagyok egy jött. Aztán meg nem is azért jöttem, ami cégünk éven ilyesmivel nem foglalkozik. És különben is. Nekem a cég az ilyesmi után úgy sem hitetném a végot. Na kérem, én adok önnek egy 500 forintos csekket, amit holnap beválthat a mentorban. Na, abban az esetben, ha... Ha én és a nagyságos asszony ugye nem... Na igen, na elfogadja a ajánlatomat. Hát persze, a csekket is elfogadom. Hát micsoda kérdés, hát ő nem ismer engem. De mondja meg őszintén, igaz-e önmagában elég erőt? Ahhoz, hogy ne történjen semmi? Ahhoz én már egy elég erőt érnek. Hát akkor kérem szépen, itt van még egy csekk. Hanem aztán ölelni. Micsoda beszéd ez, kérem? Ne hagyja magát elcsábítani! Mi vagyok én, kérem, egy vakfis? Ne engedje magához közeledni! Maga egy csíros ember! Majd adok én neki közeledést! Hát kérem, én addig ott leszek a másik szobára. Csak elejessen, seregény úr! Hát, már sok üzletet csináltam életemben. Ennyire könnyen még nem kerestem meg 500 forintot. Ha a feleségem is így fizetné a tartózkodást, már megtehetném a fél markután. Jó napot kívánok! Maga van a Berkes és Weiss cégtől? Hát nem lesz nehéz visszatartani maga! Ennek a báronnak is jó kultusa van! Kérem, én vagyok! Mutassa csak a mintákat! Na kérem csak, ne olyan hevesen! Hát itt csak meg akarom nézni a mintákat! Jó, kérem csak, ne tessék olyan közel! Hát mit a baj, látcsőben nézem meg azokat a mintákat? Hát remélem, hogy sikerülni fog magával megállapodni. Hát kérem, messziről igen. Még nem tárgyaltam senkivel. Maga az első ember. Máma! Máma? Hát mi az, hogy máma? Tapítással még nem volt a dolgom. Nem is lesz, kérem. Yeah.
tenném. Legyen tudomásul, hogy nem az öntént egy kutyát. Már a pénzben platába zár. Jó, Istenem, a 15 Igazán olyan
Istenem, hát 500-at nekem megér! Én visszaadom a gyereket! Én visszaadom a gyereket! Hát szóba se állok azzal a szemtelen alakkal. Az a másik napenitás? Hát persze! Hát de méghozzá milyen szemtelen, de úgy látom a művészmés kidobtam. Hát nekem nem azt mondta, hogy bölcsőtár. Hát a báró úr már 60 éves. De nem olyan bölcső, aludt el. Igen, most. Mondja kérem, ebben a tapintás szakmában mindenki nő, hogy mind a sörgöt adott. De jó Isten, hát miket beszél maga? Hát de én is mondtam, hogy ez egy hülyeség. Hol van az a tapintás? Én vagyok ez egy nyugodat. Te magát keresed. Hát hol van az a másik? Úgy látszik, ez. Hát ez a remek, megint. Az a kretén képes volt elni, hogy én neki szerelmi ajánlatot teszek. Hát kérem, jöjjön és nézze meg a hálószobában. Igenis, kezét csókolom. A mintát itt hagyom? Igenis, kezét csókolom. Akkor tessék bejönni. Igenis, kérem. Kérem, méltóságos uram, itt van a csepp, és egy torni irodom az egész üzletet. Pardon, ön egy korrekt kereskedő, és én önnel megállapodtam. Igaz vagy nem igaz? Hát az igaz élet, de ön nekem nem mutatta a portékát, hát legalább egy négy évet mutatott volna.